Look at me. Get back to work, lad. If the day ever comes when that boy would rather wield a sword than forge one, you send him to me. Sziasztok mindenki, én Tomi vagyok, beszélgessünk egy kicsit az új szereplőkről, akiket hivatalosan is tudjuk most már, hogy castingolnak. Vajon kik lesznek ők, illetve milyen szerepet fognak betölteni a 8. évadban? Mielőtt feltennénk a kérdést, hogy valóban új szereplőket akarnak-e behozni az utolsó évadra, először is vegyük számításba azt, amit biztosan tudunk. Nagyon sok apró és nagyobb konfliktus van, amiket még a 7. évadban sem láttunk, olyan szereplők szála van elvarratlanul hagyva, akik már akár az első évad óta jelen vannak, szóval véleményem szerint az, hogy tényleges új karaktereket kapjunk, akiknek története és akár végzete lesz, az nem valószínű. Viszont van nekünk egy modern térfigyelő kameránk, aki képes visszaemlékezni bármire, szóval a múltból valakik sokkal elképzelhetőbbek. A 8. évad forgatása már most októberben elkezdődik, és az HBO két fiatal színész keres érdekes szerepekre. Az első egy 8-10 éves északi leány szerepét fogja megkapni. Róla azt kell tudni, hogy egy olyan családban nőtt fel, ami katonákat nevelt, tehát kicsit hasonló, mint a Tarlik, és ami rá jellemző lesz, az az, hogy rettetetlen és becsületes. Azt mondják, a szerepe kiemelkedő része szimbolizálni fogja a határozott és céltudatos, jó adag harci szellemmel megáldott fiatal lányt. Ez a leírás szinte cakpak ráillik a fiatal Lianna Mormontra. Talán a Medve-szigetről fogunk kapni egy újabb kislányt, aki szétveri a holtak teljes seregét egy kézzel magába, ez egy kicsit hajaz még a 7. évad első epizódjára, amikor is Lianna elmondása szerint a Medve-szigeten minden fiú, lány kortól függetlenül gyakorlatozni kezd, hogyha eljön az idő készen álljanak. Elképzelhető szerintem, hogy Brienne gyerekkoráról kapunk valamit, abszolút nem kizárt, viszont azt se felejtjük el, hogy a harcos szellemű, erős és határozott leány képe tökéletesen ráillik Lianna Starkra is, szóval lehet, hogy az őt fiatalon alakító színész lány már nincs meg, aztán helyette kell egy új, ki tudja. A másik emberünk egy fiú. A karaktere 8-12 éves, korához képest fizikailag fit és szegény családból származik, egy gyerek, aki kiharcolta magának a helyét a világban. A színész elvileg teljesen uralni fogja a jelenetet, amiben benne lesz, amit nagyon remélek én is. Ez a karakter többször is meg fog jelenni, szóval nem rossz. Azt is tudjuk, hogy jellegzetes arcvonásokkal fog rendelkezni. A sorozatról elmondhatjuk azt, hogy a gyerek színészek nagyon jók voltak mindig is, gondoljunk csak Joffreyra vagy akár Lianna Mormontra, szóval valami nagyon epik dolgot várhatunk véleményem szerint. Azt se felejtsük el, hogy ez az utolsó alkalom a Trónok harca sorozatában, amikor castingolnak, ugye a spin-offot leszámítva, tehát jelentéktelen szerepet nem hiszem, hogy megírtak volna nekik. Kicsit vegyük át, hogy én mit gondolok róluk. Az északi lányról túl sokat nem lehet komplikálni, szerintem Lianna Starkról van szó, valamilyen formában Brennek szerintem több információ fog kelleni, ezért talán visszamegy az időben még jobban, hogy megértse az apja miért nem beszélt soha Liannáról, esetlegesen Johnnak valami kérdésére akar választ adni, de a másik verzió még mindig ott van, hogy abszolút nem a Starkokhoz kötődik, északon kifejezetten katona családot mondani nehézkes, amit még el tudok képzelni, hogy a Karl Starkok egyik lánya kerül a képernyőre, hiszen ahogyan azt tudjuk, Jaime megölte annó Rickard Karl Stark fiát, ezért ő meg akarta ölni Jaime-t, de Rob azt mondta, hogy ne, aztán Rob megölte Rickardot. Szóval valamilyen mini bosszúálló formát el tudnék képzelni, aki igazságért megy a Starkok otthonába, talán. Azt se felejtjük, hogy Alice Karstark és Ned Umber északra mentek, és nem lenne ellenére szerintem senkinek, ha látnánk, ahogyan a másokkal harcolnak, ha már megkapták az északi erődöket. A fiú szerepe már érdekesebb. Ha jobban belegondolunk, ki az, aki szegény családból származik, és egész életében harcolt, hogy oda kerüljön, ahol most van? Kik azok, akikről nem tudunk szinte semmit, hogy honnan is jöttek? Kettő karakterünk van, akikre ez tökéletesen ráillik, Gendry és Bronn. Gendry történetéről annyit tudunk, hogy Robert Baratheon egyik fattya a sok közül, az anyja feltehetőleg egy szajha, és kizártnak tartom, hogy nevelte volna bármeddig is.
Tudjuk róla azt, hogy egy kovács vette a szárnyai alá férfiú korában, de hogy addig mi volt vele, az kérdés, ugyebár fizikailag fit, mivel hogy kovács. Ő az utolsó élő személy a Baratheon vérvonalból, tehát ha csak nem akarják eltörölni a házat teljesen, ahogyan arra már láthattunk példát, akkor Gendry nagyobb szerepet fog kapni, és talán ő lesz az, aki ismét felvirágoztatja a fekete szarvast, viszont ez egy komplikáltabb kérdés. Azt se felejtsük el, hogy annó Ned Stark a szeme és az arca vonásai alapján ismerte fel, hogy ő bizony a barátjának, Robertnek a gyermeke, szóval ez jelentheti akár azt, hogy ezért kell karakteres arcú színész. A másik verzió a személyes kedvencem Bronn. Bronn történetéről már beszéltem, továbbra sem tudunk róla semmit. Az ötlet maga, hogy ő valójában Bronn Rain, az most abszolút alapot nyerhetne, hiszen a kor megfelelő, ő is szegény körülmények között élt, akárcsak Gendry, és róla igazán elmondhatjuk azt, hogy karakteres arca van. Meg nem mellesleg, semmit nem tudunk arról, hogy mégis miért lett az, ami, mi történt vele, kik a szülei, én speciál roppantul örülnék neki, ha az ő életét nézhetnénk meg a kezdetektől fogva. Kettejük közül nehéz választani, mindkettejük sorsa hasonló, mindketten teljesen uralnák a képernyőt, ebben biztos vagyok, és mindkettejük előéletére és jövőjére is kíváncsiak a népek, tehát nagyon más választást nem tudok elképzelni, mint ezt a két karaktert. Azt se felejtsük el, hogy Bronn már 5 évesen megtanulta, hogy a halottak összeszarják magukat. Szóval, ha már az egész életét katonák között élte le, már 5 évesen megtanulta, milyen ölni, akkor miért ne lehetne ő a kisfiú? Ebben a kategóriában abszolút rávoksolok, szerintem az ő élete lesz bemutatva, mint előzmény vagy látomás. Hiszen amúgy elvileg ő és Podrick is éjszakra tartanak, mert miért maradnának királyvárban, tehát egy Bronn-Bran beszélgetést amúgy megnéznék. Összességében egy kisfiút és egy kislányt keresnek, a leány egy katonacsaládban nőtt fel és északról származik, a fiú pedig egy szegény gyerek volt és egész életében harcolnia kellett, hogy oda jusson, ahol most van. Írjátok le nyugodtan, hogy ti mit gondoltok erről az egész dologról, hogy kik lesznek ezek a szereplők, azt sem tartom egyébként elképzelhetetlennek, hogy a Clegane fivérek előéletéről kapunk valamit, bár szerintem ez felejtős. Ugye ez lett volna ez a videó, elmondtam nagyjából mindent, amit én gondolok ebbe a két szereplőbe, hogy talán ki lesz vagy ki nem lesz. Nyugodtan írjátok le, hogy ti kire gondoltok, és remélem ez tetszett nektek. Ha érdekel, megtaláltok Patreonon, illetve Facebookon is, találkozunk legközelebb. Sziasztok!